Kérlek, légy velem őszinte, mutasd meg, mi lakik a szívem. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Én Katica vagyok, ez pedig a Csak őszintén Katicával rádióműsor vendégem a mai napon, Bangó Marika. Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged itt a stúdióban. Én is köszöntelek, kedves Katica, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat is. Egy nagyon-nagyon érdekes témával kapcsolatban szeretnék veled beszélgetni. Ez már korábban felmerült kettőnk között, de hát ugye erről a hallgatók nem tudnak, úgyhogy nekik effektív ez egy teljesen új téma lesz, ami nem más, hogy áldás vagy átok a Bangó vezetéknévvel élni. Tekintve arra, hogy édesanyád egy országosan ismert énekes, hogy érzel ezzel kapcsolatban? Úgy érzem, hogy egyszerre áldás is számomra, és egyszerre átok is számomra. Azt is megmondom, hogy miért. Mert hát ugye a pályámnak a kezdetén, elején, akkor ugye szembesülnöm kellett azzal, hogy egyrészt az emberek furcsállották, és valahogy nekik elég volt egy Bangó, és ahogy ment az idő, ezen nekem nagyon sokat kellett dolgoznom, és tényleg duplán oda tenni magamat, minthogyha nem ezzel a névvel élném az életemet. Tehát azért mondom, hogy ebben a formában átok, de egyszerre áldás is, mert ugyanakkor meg, főleg most már, ahogy megy az idő, egyre jobban értékelem, azt hiszem, és azt hiszem, hogy most már büszke is vagyok rá. Igazából azt ugye elmondtad, hogy azért álltok, mert hogy mindig sokkal többet kellett letenned az asztalra, mint mondjuk egyéb esetben más vezetéknévvel elég lett volna a fele is. De viszont, ha most lett volna egy olyan nevet, hogy hasamra ütök, Kovács Marika, akkor úgy érzed, hogy már előrébb tartanál? Mindenképpen előrébb tartanék, mert jó van, hát az ember kiáll a színpadra, vagy akárhol, azért az látszik rajtam, hogy közön van anyuhoz külsőre. Erősen, és hangilag is. És erősen hordozom az ő jegyeit magamon. De előrébb tartanék, mert nem kellett volna azzal szembesülnem, na, hogy akkor a Bangó Margit lányának összehasonlítgatjuk. Ezt én annyira hülyeségnek tartom, hogy két előadót összehasonlítani, most akkor is, ha vér szerint a lánya vagyok, mert más karakter, azért más stílus is, noha azért részben hasonlít rá bizonyos dalokban esetleg, de más személyiség vagyok, tehát én nagyon örülnék neki, hogy ezt már külön tudnák rakni, igen, és választani, de amit elmondhatok, hogy nagyon-nagyon örülök annak, hogy az a 10 év, amit közel 10 év külön töltöttem édesanyámtól, ezért-azért, az most mindegy is, tehát én akkor építettem fel igazán magamat, amikor külön mentünk. Ez nagyon érdekes dolog. Mert talán akkor volt benned egy hatalmas nagy bizonyítási vágy? Nem is az, hogy bizonyítani akartam, hanem én mindig önmagamat akartam, és önmagamat adom. Tehát nem akarok én senkinek se bizonyítani, de sokkal könnyebb az nekem, és könnyebb volt, hogy ugye már a magam utamat járom 10 éve, tehát a pályán vagyok több mint 15 éve, de igazán az a 10 év nekem a meghatározó, amit én magam, saját magam erejéből bejártam, és bejárom a mai napig is azokat a lépcsőfokokat, amit esetleg más névvel tettem volna meg. És ebben az elmúlt 10 évben mi az a
nem is egy, hanem mik azok a dolgok, amiket így kiemelnél, amit téged előre vitt, akár dalszerzés, vagy esetleg képezted még magad tovább, vagy itt alakult ki a saját egyéniséged a zenei világban. Mi történt az elmúlt 10 évben? Erre szeretnék kiukadni. Uh-huh. Hát azért formálódik az ember az idő során, és tényleg kialakul a saját egyéniségem, kialakult. A dalokban persze, meg ez nagyon érdekes dolog, mindig akkor tudok igazán dalokat írni, amikor nem jól mennek a dolgok, vagy valami negatív hatás ér. Nagyon érdekes dolog, mert az ember inkább örömébe talán jobban tud írni. Nem, velem pont fordítva van ez, jobban a lelkem mélyére tudok hatolni, és akkor jobban ki tudom magamból írni a dolgokat. És ezáltal meg is könnyebbülsz, gondolom. Meg is könnyebbülök, igen. Akkor te kiénekled magad. Ki örömömet, bánatomat, mindent kiéneklek magamból. És azért ismerve a ti múltatokat, gondolom azért bőven volt ilyen szakasz az életedben, amikor esetleg szomorú voltál, vagy csalódott voltál, és akkor ezek szerint a dalai nagy része ekkor született? Ezekből a momentumokból? Leginkább ebből született. De van egy dalom, amit most éppen nem fogunk lejátszani, de a mulatok, mert jól érzem magam. Most ezt meg olyan passzomba írtam, hogy akkor is magam alatt voltam teljesen, és én ezt megfordítottam. Tehát ebből egy olyan számot csináltam, ami fonogramdíjas is lett 2018-ban, 2008-ban, hogy amit éreztem akkor, én azt teljesen a visszájára fordítottam, és ebből egy olyan érdekes szám kerekedett ki, hogy egy nagyon jó hangulatú, egy temperamentumos, egy magával ragadó szám lett, hál' Istennek. Amit akárhová megyek, mindig kérnek. Tehát ez már úgy hozzám ragasztottam ezt a számot, mert hogy én is csináltam, de kérik. Szóval azért mondom, hogy nekem mindig van olyan, hogy ha lent vagyok, akkor én azt tudom megfordítani. Hála Istennek. És tudsz abból építkezni. Tudok abból építkezni, egyébként és tanulni. Egyébként erről már máshol is beszéltem, hogy a pofonok, a mélypontok, azok pontosan arra jók az életünkben, és nagyon hálásnak kell lenni érte, mert azok előre visznek minket. Megerősítenek. Nagyon. Ugye szokták mondani, hogy amiben nem halsz bele, az megerősít. Így van. Megerősítenek, tapasztalatot szerzel belőle, és tudod azt, hogy hogy ne csináld ezután, vagy miben ne fuss bele újra és újra. Gondolom valahogy... Igen, teljesen egyetértek. Ezzel a dologgal én is így vagyok. Úgyhogy mindig próbálok a magam hibájából tanulni, és abból szépen építkezni, hogy kerüljem el legközelebb, amennyire csak lehet. Mi lesz az első dal, amit hoztál ma nekünk? Amit hoztam ma nektek, szeretettel, Repíts a végtelenbe. Tőlem pedig az egyik legújabb dalomat, a Kavalkádot fogjátok hallani. Ne menjetek messzire, hallgassátok meg ezt a két szuper dalt, aztán jövünk vissza hozzátok ide a stúdióba. Szívemből szól ez a dal neked, érezd, boldog vagyok veled, itt vagy nekem, én itt leszek. Láthatatlan kéz fogja kezdet, oly nehéz a szíved, valami bánt, elfáradtál, érzed, nincs tovább. Ha könnyös a szemed, kérdezel, örökké létezel. Jöjj, repíts a végtelenbe fel, egy angyal jött ma el, akire vártam. Jöjj, az érzés sosem múlhat el, ebben hinni kell. Én leszek, ki féltől átölel. Jöjj, repíts a végtelenbe fel, egy angyal jött ma el, akire vártam.
sosem múlhat el. Ebben hinni kell, én leszek, kifértőn
itt vagyunk újra a stúdióba, a vendégem pedig továbbra is Bangó Marika, és akik eddig velünk tartottak, azok megtudhatták, hogy áldás-e vagy átok a Bangó vezetéknév Marika számára, és elmondtad, hogy áldás is és átok is egyszerre. Áldás? Miért áldás? Azért áldás, mert volt előtted egy kitaposott út? Nem. A kitaposott utat én azt nem használtam. Tehát szándékosan elkerülted? Igen, én azt nem használtam. A kitaposott utat azt saját magam tapostam ki, saját magamnak, természetesen a férjem segítségével, mert ugye a zenébe én megcsinálom a dalokat, a zenét is, a szöveget is. Noha én nem vagyok zenész, de a férjem zenész, és ő hangszerelni meg a dalainkat, tehát ezt én magamnak tapostam ki, de áldásnak azért mindenképpen annak tartom, mert azért a család az család, és a családi név az azért mégiscsak kötelez engem. Igen, emlékszem, hogy mesélted, hogy te ezzel a névvel születtél, és hogy azért te erre nagyon büszke vagy. Hogyne, édesapám Bangó Lajos, és így lettem én Bangó Marika, mert édesanyám annak idején Szabó Margitként látta meg a napvilágot, és úgyis énekelt ő addig, ameddig a nagy Grabóc Miklós abban az időben javasolta neki, hogy kislányom, Szabó név az nem egy művész név, elég általános, és akkor ő mondta, hogy apunak vegye fel a nevét, és ő már nagyon régóta így is él, mint Bangó Margit. És lesz-e, aki tovább vigye ezt a zenei vonalat a ti családotokba, ha nem is Bangó néven? Én úgy gondolom, hogy lesz, mivel hogy a kisunokám, Horváth Elizabeth, aki 6 éves elmúlt, hát ez szinte színpadra született. Én nagyon sokat viszem magammal, ahová tehetem, fellépésre, tévéfelvételeken, és többször megjelent velem. És hát nem kell neki mondani, hogy mit csinálj. Ő egyszerűen odáll a színpadra, és csinálja. Jó, táncol még, ugye, mellettem, de gyönyörű kristálytiszta hangon, nem tud egyszerűen elintonálni picikora óta. Szóval én azt mondom, hogy ez egy tehetség, egy született, mert azért éneklésbe fejlődhet az ember, lehet azt tanulni. Sok mindent meg lehet tanulni, de a színpadi munkát és a színpadon lévő életet, hogy élni és meghalni a színpadon, én azt mondom, azzal születni kell. Azt nem lehet megtanulni. És ez tudatos nálad, hogy viszed magadra? Szeretnéd, hogyha ebben ülne fel, hogy magába szívná ezeket a történéseket, hogy hogy is zajlanak egy-egy ilyen akár tévéfelvétel, fellépés, hogy ezekből is tanuljon? Nem feltétlenül ez a célom vele, de ez olyan ösztönösen jön. Ösztönösen él velünk a színpadon. És ő ezt szereti csinálni? Imádja. Egyszerűen él a színpadon. Tehát erre nincs is mondani, annyira ízig-vérig a vérében van. Na, én ezt nem azt mondom, hogy esetleg majd későbbiekben a többi unokámra ez nem hathat ki, mert nézzük csak meg, én is 40 évesen kezdtem el, mikor már szinte már, majdnem ilyenkor már az énekesek elfelejtik, hogy mi van a hátuk mögött, meg előttük. Tehát én igazából akkor kezdtem el. De nem azért kezdtem el, mert nem akartam, hanem mert nekem egyszerűen bármilyen furcsán is hangzik, nem volt rá időm. Tehát én 4 gyereket neveltem fel, szinte segítség nélkül, és azért 4 gyereket felnevelni, az nem kis dolog, lássuk be, aki tudja, akinek van 4 vagy több, az tudja, hogy miről beszélek. Tehát én nem akartam, hogy bárki vigyázzon az egy gyerekemre, tehát én 100%-ba az anyaságot választottam, és úgy gondoltam, hogy ha majd eljön az az idő, hogy a gyerekek már nagyok, tehát én megtehettem azt, hogy úgy mozogjak, ahogy le kell, vagy ahogy szeretnék, akkor majd biztos megtalálom azt a pontot. De igazából nem gondoltam, hogy az énekesi pálya lesz az. Tehát én nem készültem erre egyáltalán. Annyira spontán jött az egész, hogy
nem tudom megmondani neked, de ez véletlenszerű volt. Hogy lehetséges az, hogy valakinek, akinek olyan hangja van, mint neked, az nem készül erre? Akkor mire készültél, Marika? Nem tudom, én egy pici nyomot akartam hagyni a világban magamból, hogy léteztem, voltam, vagyok a földön, ha csak picibe is, és valahogy ezt mindig a zenébe találtam meg, tudod? Mert ugyanis úgy kezdődött a dolog, hogy mi vagy a férjem zenész, elment egy előadásra, ráadásul Romániába, egy nagy baráti társasággal, és ott mindenki ott énekelgetett, meg muzsikált, ugye a férjem, a zenekarral, és akkor mondták, hogy Marika, énekeljél már valamit, hát ez egy valamit biztos tudsz, anyukád énekesnő. Hát én irultam, pirultam, azt se tudtam, hova bújják, ha mondom, hova jöttem. És akkor valamit elkezdtem énekelni. Most érdekes módon, amit játszott a zenekar, én abban a hangnemben, ahogy kell, ahogy még én is csak néztem, hogy mi ez. Saját magadon meglepődtél, jó, de jó. Igen, és csak néztem, jó van, ez lement, jó, mindenki jól érezte magát. Aztán a Sárközi Kleó József klarnétosnak jutott eszébe, és szólt a férjemnek, te elemér, azt mondja, van, lenne egy műsor Bölcskén, szavigyük már a feleségedet, nem találok énekes, mindenki foglalt volt. Férjem mondja nekem, meg én is, hogy te megbolondultál, hát hogy gondolod te ezt így, és úgy én is mondom, ne vicceljél, hát mondom, én főzök ott van a konyhában, meg csinálom a magam kis életét itthon, tehát ez nekem nincsen közöm. Aztán addig-addig mondta, hogy dupla gázsi lesz, na mondom, jó van, akkor próbáljuk meg. És persze felkészültem, mert két blokkot megtanultam, betanultam, és így mentünk Bölcskére. Na most én ezt nem tudtam, hogy falunap, meg polgármester, meg annyi ember, mint a hajamszála. Mondom, drága jó Istenem, mondom, itt ha gáz lesz, akkor mondom, annyitva az ajtót, az a kocsinak az ajtát, mondom, menekülünk. Mondom, ezt nem tudom, hogy bírom ki. A lényeg az, hogy nagy siker, ez volt az első fellépésem önállóan, és csodálatosan jól ment, mindenki meg volt elégedve, taps, polgármester gratulált. Persze ők nem tudták, hogy én nekem ez a kezdés volt, mert én úgy álltam oda, mint aki mindig ezt csinálja. Tehát jól sikerült. És akkor mindig egyik hozta magával a másikat, közben azért én 7-8 óra hosszákat gyakoroltam ám otthon, meg tanultam, és írtam a dalokat. Tehát azért én ezzel komolyan foglalkoztam. Azért kijelenthetjük, hogy ott Bölcskén azon a falunapon már eldőlt az. Eldőlt az életem. Hová? Eldőlt, de én nem tudtam róla. Vagyis nem gondoltam, hogy ebből lehet valami, vagy ez elindít engem valami úton, ami majd az életem részét fogja képezni. De azért mondom én azt, hogy ez annyira véletlenül volt, és nem tudatosan, hogy én ezt nem gondoltam volna magamról, hogy én egy színpadi ember leszek. Én nagyon-nagyon örülök neki, hogy ez így történt, és szerintem nagyon sokan vannak még így ugyanezzel, és hogy halljunk is ebből valamit, kérlek, áruld el, hogy mi lesz a következő dalod? Nagyon nagy örömmel elárulom nektek, ugyanis ez Pajer Andris énekelte, ez köztudott, persze Líra ilyen énekelte, és Vándor Kálmán írta ugye a szöveget rá, ez is köztudott, és én ezt újra hangszereltem a férjemmel, és a Bangó Marika stílbe hallgassátok meg nagy szeretettel. Az áruld el. Köszönöm. Című dalt. Tőlem pedig a Mulatunk az éjszakában című dalomat fogjátok hallani. Hamarosan visszajövünk ide a stúdióba Bangó Marikával. Ki tudja, miért tör rám a gyötrő kínzó félelem? Ki mondja meg, hol tűnik el a józan értelem? Ki érti azt, hogy szenvedek, ha nem vagy én velem? Talán épp ez, amit szeretek. Miért van az úgy, hogy lángra gyújt a hűvös kis kezed? Miért ijeszt meg, ha szikrát szól a szép szemed? Miért szavaró, ha vonzanak a furcsa végletek?
talán itt ez, amit szeretek. Áruld el, mibe tudsz hatni rám, áruld el, mitől szomjas a szám, áruld el, mi jön még ezután, áruld el igazán, áruld el, szívemre kivigyázz, áruld el, meddig tart a varázs, áruld el, mitől lég ez a láz, áruld el, mire vársz. Tudtad te jól azon az augusztusi éjszakán, tudtad te jól, hogy velem együtt mért vagy oly vidám, te tudtad jól, hogy kegyetlenül féltelek, de tudtam, hogy ezt szeretek. Csak én tudom, mit érzek, hogyha féltelek, csak én tudom, hogy milyen nehéz nélküled, csak én tudom, hogy nélküled nem élhetek, talán épp ez, amit szeretek. Áruld el, mivel tudsz hatni rám, áruld el, mitől szomjas a szám, áruld el, mi jön még ezután, áruld el igazán. Áruld el igazán. Ki tudja, miért tör rám a gyötrő kínzó félelem, ki mondja meg, hol tűnik el a józan értelem, ki érti azt, hogy szenvedek, ha nem vagy én velem, talán épp ez, amit szeretek. Miért van az úgy, hogy lángra gyújt a hűvös kis kezed, miért ijeszt meg, ha szikrát szór a szép szemed? Miért zavaró, ha vonzanak a furcsa végletet? Talán épp ez, amit szeretek. Áruld el, mivel tudsz hatni rám, áruld el, mitől szomjas a szám, áruld el, mi jön még ezután, áruld el igazán. Szívemre kivigyázz, áruld el, meddig tart a varázs, áruld el, mitől lég ez a láz, áruld el, mire vársz, áruld el, mivel tudsz hatni rám, áruld el, mitől szomjas a szám, áruld el, mitől lég ez a láz, szólozunk az éjszakába, szólozunk.
És már is itt vagyunk újra a stúdióban, vendégem Bangó Marika. Bízom benne, hogy nagyon sokan velünk tartottatok az előzőekben is, és megtudhattuk azt, hogy ott Bölcskén, a falunapon dőlt el az, hogy Bangó Marika énekes lesz. És milyen jó, hogy ez így történt. Ezután mi történt? Folytatódtak a felkérések? Igen, szép lassan mindig valami történt, mindig valami kis felkérés jött, és mivel, hogy én azért ezekre nagyon-nagyon készültem, hát én megmondom az igazat, hogy belőlem igazán énekesnőt a férjem csinált. Igazán énekesnőt, mert ő addig gyúrt engem, hogy annyit gyakoroltunk, hogy volt olyan, mondom, hogy 7-8 óra hosszát álltunk a szinti mellett, és csináltuk, és mondta nekem, most sem jó, még egyszer, százszor állított le, és százszor kezdte el velem újra és újra. Tehát ő nagyon komolyan gyúrt engem, ő nagyon-nagyon jó tanár egyébként. Ja, hogy akkor nem volt benned az, hogy fú, akkor én ezt most már nem, és hagyjál békén, nem, és nem. Nem, nem, nem. Hogyha 200-szor kellett volna nekiállni, én akkor is. Tehát én ezzel nem elégedtem meg, hogy jó, van valami történt. Nem, akkor is csinálom, és akkor is csinálom, és akkor is megtanulom, és úgy, ahogy ez kell. És akkor prozódiailag, itt nem jó, ott vedd a levegőt, de mondom, megfulladok, nem bírom. Akkor se veszel levegőt, majd ott veszel levegőt, ahol én mondom neked. És ugye beosztani, a beosztás, ugye az nagyon sokat számít, és Kálai Kisernő klarnét művésztől pedig, amikor vittem neki az első hanganyagomat, és meghallgatta, azt mondta, hát igen, Marikám, a time, az idő, odaérni mindenhová, időben nem késni, nem csúszni, annak ott kell lenni időben azoknak a szavaknak is, hogy kimondod, és minden, ahol annak lenni kell. Azt mondja, nagyon fontos, és neked ott a time. Igen, ez valóban így van, én is, mint énekes, ezt így sajnos be kell, hogy valljam, hogy nekem is nagyon-nagyon sok problémám van ezzel. Én mondjuk nem vagyok annyira lelkes, mint te, és nem is vagyok annyira szorgalmas, mint te, és nem is gyakorlok annyit, mint te, de hogy mégis úgy időben mennyiben határoznád meg azt, hogy ez így a helyére került benned? Szerintem soha nem kerül a helyére, mert én magammal szemben örök elégedetlen vagyok, mert ha ki is jövünk a stúdióból, mikor már kész van egy anyag, megcsinálunk egy számot, hát én mindig másképp venném fel. Tehát én még soha nem mondtam azt, hogy hú, ez most jó. Tehát én örök elégedetlen vagyok. Én mindig tudnám másképp máshogy csinálni, de mikor már megvan a felvétel, akkor már azt adjuk ki. Tehát jó, persze csiszoljuk meg minden, de én mindig elégedetlen leszek magammal. Azt hiszem. Honnan van benned ez a... Tudod, mit érzek? Alázat. Ez jön, ez sugárzik rólad, hogy olyan alázat van benned, és bárcsak mindenkiben meg lenne. Ez honnan jön? De mert csak az, köszönöm. Így van, csak az ember tud ennyire mindig törekedni a még jobbra is képezni, és nem sajnálni időt, energiát, aki alázattal van a zene iránt. Hát egyrészt imádom a zenét, ugye valamilyen szinten én ebben nőttem fel. Igaz, hogy a könyvzene közelebb áll hozzám, mint a mulatost. Persze ezt is művelem, a mulatost is, de a könyvzenét jobban szeretem. Nem tudom megmondani. Azt hiszem, talán ilyen a habitusom. És én azért tudok nagy emberekről, nem itthoni nagy emberekről, de lehet tőlük sok mindent tanulni, de persze benne kell a szívünkben lenni a magnak, hogy ott legyen az az alázat minden téren, és főleg a zenében, hogy nem tudunk mindent tökéletesre, és igenis csinálni, és addig kell, valamilyen szinten maximalista vagyok, de én el is mondom. Tehát én néztem egy dokumentumfilmet a Pavarottiról, amikor még az Andrea Bocelli kezdte a kis gyermekcipőjében, ő is anno a pályáján, és ő fedezte fel, és az első hatalmas nagy előadáson
úgy konferálta be a Pavarotti az Andrea Bocellit, hogy most pedig következik Andrea Bocelli, és én sem tudom így elénekelni ezt a számot. Tehát ez köztudott, hogy ez nem volt igaz. Ez nem volt igaz. Na, ő ezáltal még nagyobb lett. Én azt gondolom, még nagyobb lett. Tehát nem sétálhatunk fent a fellegekbe, mert először is onnan nagyot lehet esni, meg aki tényleg tud, most a nagyokról beszélek, azok valahol megmaradnak a földszinten. De nem pont, is az emeleten. De pont azért, mert nem jutnak el odáig, hogy nagyon elhiggyék, hogy ők a valakik. Ezt nem is szabad elhinni, szerintem. Azért mind a ketten tudjuk, hogy manapság nagyon sok ilyen van. De szerintem az örök fennmaradásnak a titka az ott kezdődik, hogy soha nem elégszünk meg azzal, ami van, és tovább tanulunk, fejlesztjük magunkat, és törekszünk a még jobbra és még jobbra. És én ezt nagyon-nagyon látom benned, és mégis azt mondod, hogy nem akartál bizonyítani senkinek, de szerintem nem. Talán saját magadnak akartál. Igen. Leginkább. Talán igen, mert nem elégettem. Persze, mint anya, azért én kiteljesedtem otthon, de valahogy mégis kevésnek éreztem. Úgy éreztem, hogy több van bennem, mint hogy elveszek a mosogatónál. Mekkora bátorság kell ahhoz, hogy olyan idősen, mint te elkezdjen valaki egy karriert építeni? Szerintem őrültnek kell lenni egy kicsit hozzá. Megvan bennem a kellő őrültség ehhez, és valahogy én ezt az egészet nem is láttam át, mint egy rózsaszín felhő és ködbe. Én csak mentem a magam kis útján, és csináltam a magam dolgait ösztönösen. És ugyanakkor azért saját magaddal szemben is úgy gondolom, elégedett vagy, az elvárásoknak megfeleltél, hiszen anya is voltál, és senki nem mutogathat rád újra, hogy te saját magadat helyezted előtérbe, hanem amikor te az anyai kötelességeidet letudtad, igen, akkor jött Pangó Marika, aki kiteljesedhet. Így igen, volt. Igen. Azt hiszem, szeret engem az Isten annyira, hogy mindenből kaptam. Kaptam az anyaságból, a családomból, gyerekeimből, kaptam a színpadból, tehát sok mindenből megmutatta nekem, hogy ez is van, ez is van, ez is van, na tessék, megengedem, hogy ezt is csináld, azt is csináld. Tehát azt hiszem, hogy én így tudok kiteljesedni igazán. Azt hiszem, hogy ettől jobb végszó nem is lehetne, hiszen sajnos a műsoridő az elfogyott. Marika, mivel búcsúzol tőlünk? Búcsúzásképpen a latin vért szeretném, hogy meghallgassátok ismét nagy szeretettel. Nagyon-nagyon szépen köszönjük neked, hogy eljöttél ma, és ennyire őszinte voltál. Részemről az öröm és szerencse, köszönöm én is. Tőlem pedig a Pénz, Pénz, Pénz című dalomat fogjátok hallani, ezzel búcsúzunk innen a stúdióból. Egy hét múlva újra csak őszintén Katicával, addig is legyetek jók. A viszonthallásra! Örök álmodozó, ki a szívére hallgat, nem érti senki más, magányosan ballag, csak a latin gitár, a latin szerelem, latin vér folyik az ereimben. Ó, 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 játsz a spanyol gitár, játsz el, kérlek, játsz újra el. A homokba írt szerelem, égetsz fel tüzet, játsz a spanyol gitár, játsz el, kérlek, játsz újra el. A homokba írt szerelem, égetsz fel tüzet. Spanyol cigány lány, azt mondom, te vagy a legszebb, piros rózsaszár, szívem úgy reszket,
csak a latin gitár, a latin szerelem, latin vér, folyik az ereimben. Ó, 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 da 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 da